Máté vagyok, a Soproni Széchenyi István gimnázium 12. A-osztályába járok, és a Zöld Soproni Társaság egyik társalapítója vagyok. Környezet és természetvédelem mindig is fontos szerepet játszott az életemben, azonban a legfontosabb löketet talán az jelentette, amikor szembesültem a környezetszennyezés problémájával. Kutyát sétáltattam 2021. márciusában az Aranyhegyi kutyasétáltató réten, ami így közismert a helyiek körében. Azonban nagy mennyiségű szemétre lettem figyelmes. Ezt kezdetben barátaimmal próbáltam együttesen összeszedni, majd látván, hogy a probléma nagyobb annál, mint sem, hogy mi ezt bárra meg tudjuk oldani. Egy eseményt szerveztünk, és így alakult meg a társaságunk is. Társaságunk megalakulása óta preferenciáink közé tartozik a szemétszedés, ugyanis a három fő környezeti probléma, a vízszennyezés, a légszennyezés és a talajszennyezés mind megjelent már munkánk során, szembe találkoztunk már mindegyikkel. Emellett foglalkozunk még előadások tartásával is, és számos támogatónk van már megalakulásunk óta, továbbá együttműködő partnereink is, mint például a Dekogram csomagolásmentes volt és az Örökezek Egyesület. Preferenciáink közé tartozik az említettek mellett a faültetés is, amelyet a Soproni Egyetemmel közösen sikerült megszerveznünk. Fontosnak tartjuk, hogy fákat ültessünk, ugyanis ezek elnyerik a légkörben lévő káros anyagokat és oxigént termelnek, továbbá esztétikusabbá teszik a városi környezetet, és például a nyári melegben a hőség ellen is kiváló árnyékot nyújtanak. Az említettek mellett társaságunk legfőbb értéke, ami alapul szolgál legtöbb eseményünkhöz, az a környezetszennyezés gyakorlati kezelése, a probléma megoldása. Ezt számos szemétszedési eseménnyel próbáljuk orvosolni, hogy városunkat tisztábbá és zöldebbé tehessük. A probléma, azaz a környezetszennyezés gyakorlati kezelése mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy beszéljünk arról, hogy miért kell megoldást találnunk, és hogy miért jelent hatalmas kockázatot a környezetszennyezés. Éppen ezért számos előadást tartottunk már, és a jövőben is tervezünk előadástokat tartani, iskolákban és óvodákban egyaránt. Társaságunk képviselői több konferencián is részt vettek már. Ezek közül talán az egyik legjelentősebb egy salzburgi konferencia, ahol nem csupán magyarok, hanem számos ország képviselői jelen voltak, és Európai Uniós parlamenti képviselőkkel tudtunk tárgyalni. A másik fontos ilyen konferenciánk a Fenntartható Városok Konferencia, amelyen szintén képviselők voltak, azonban a Magyarország Gyűlésből, és számos vállalkozóval és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberrel meg tudtunk ismerkedni, tudtuk bővíteni preferenciánkat is. Jövőbeli terveinkhez tartozik ehhez hasonló események szervezése, azonban szeretnénk újabb partnerkapcsolatokat felépíteni, külföldi partnerekkel is kapcsolatba kerülni, és akár országokon átívelő szövetségrendszerbe belépni, és ezzel a lehetőséggel tovább szeretnénk bővíteni társaságunk preferenciáit. Őrizzük meg városunk szépségét!